A Budapesti Közlekedési Központ pedig egy közleményben reagált, és azt mondja, hogy a kiírás az európai sztenderdeknek megfelelő városi, alacsony padlós buszra szólt, semmilyen olyan speciális feltételt nem tartalmazott, ami vagy amely miatt a magyar gyártó ne indulhatott, vagy ne felelhetett volna meg. Vince Papp Sándor elnök a vendégem, jó estét kívánok! Kezdjük csak, mi estét kívánok! Hát akkor most ki mond igazat és ki hazudik? Természetesen ez a kommuniké, amit megjelent, nagyon részigazságokat tartalmaz, hiszen arról van szó, hogy a magyarországi buszgyártók kifejlesztettek különböző konstrukciókat. Értem ez alatt, hogy ezek a buszok, például a Nabi Sirius busza, vagy a Kraftex Citadel alacsony padlós busza, az nem teljes egészében alacsony padlós, valóban vannak részben nem alacsony padlós részei. Ugyanakkor ezeket a buszokat 2 éven keresztül tesztelték a Budapesti Közlekedési Vállalatnál, az utazó közönség is kipróbálhatta. Teljes egészében meg voltak elégedve a BKV vezetői, illetve az utazó közönség is. Ezek után ugye az volt várható, hogy végül is ezekre a paraméterekre írja ki majd a BKK a tender. De akkor az lett volna jogilag támadható, hogy egy vagy kettő magyarországi cégre speciálisan az általuk már meglévő vagy gyártott buszokra írja ki a tendert, nem? Ez nem azt jelenti, hogy azokra írja ki kifejezetten, hanem úgy írja ki a tendert, hogy ők is beleférjenek. Az nagy különbség. Tehát akkor, ha úgy írják ki a tendert, hogy ezek a magyar gyártók beleférjenek, és mellette mondjuk indulhatott volna természetesen az üzemeltető akármilyen Iveco, vagy MAN, vagy Mercedes autóbusszal, az egy másik helyzet. Itt jelen esetben ugye úgy néz ki, hogy az a helyzet, hogy mondjuk a BKV udvarolt egy adott nőnek, aztán végül is jött a kérés, megkérte a lánya kezét, vagy a szomszéd lányának a kezét, ami nagy különbség, és ezáltal a magyar járműgyártók hoppó maradtak, méghozzá egy olyan jármű ipari ágazatról van szó, amely teljes vertikumában magyar kézben van, a beszállítóktól a végtermékkibocsátókig, és ugye amikor meghirdették ezt a patrióta gazdaságpolitikát, ezek a magyar gyártók joggal várták, hogy ezek után valószínűleg könnyebb lesz mondjuk labdába rúgniuk, és nem ez történt. Akkor most tehát az a baj, hogy azt írták ki a pályázatban, hogy alacsony padlós buszra írták, tehát hogy alacsony padlózatú buszra írták ki a pályázatot, ez alapján nem felelnek meg a magyar buszok, mert nem teljes mértékben alacsony padlózatúak. Így van, ami lényegesen megdrágítja az autóbusz árát, ennek következtében nem tudnak a magyar buszgyártók természetesen indulni, hiszen a magyar buszgyártók a magyar igényekre fejlesztették ki ezt a buszt, és az nem igaz, hogy a magyar igények olyanok, hogy kifejezetten csak alacsony, teljes egészében alacsony autóbuszok. És erre nem lehet átállni? Tehát, hogy ez egy olyan... Egy ilyen konstrukció kifejlesztése, az több éves munka. Uh-huh. Tehát itt 2 évig gyakorlatilag kvázi hitegették a magyar buszgyártókat a BKV részéről. Erre jött a BKK, mint egy új sütetű kezdeményezés, vagy kezdemény, és olyan feltételeket írt ki a buszgyártók felé, amelyeket ők abban a pillanatban nem tudtak teljesíteni. De még azt is írják ebből a közleményben, hogy a szokásoktól eltérve nem írtak elő semmiféle jelentős gyártási referenciát, amely az indulásukat megakadályozta volna. Tehát elég, ha csak egy prototípusuk van, nem kell, vagy sőt, az se baj, ha nincs, induljanak. Ez megmosolyogtató, nyilván, hogy aki írt a gyártáshoz, egyet nem írna le, hiszen ha már nincsen olyan gyártmányom, amivel prototípus tudok bemutatni, és ahhoz mondjuk évek, vagy legalábbis egy másfél év kell, akkor hogy lehet ezen indulni? Hát ezt egyszerűen érthetetlen, amit ahhoz, itt közölnek. Hát buszgyártásban még nem nagyon ástam bele magam, elmondom, vagy megmondom önnek őszintén, de ahhoz, hogy most a padlózata milyen magasságú legyen, annak a kifejlesztése az évekbe telik, tehát... Igen, mert itten a hajtásláncnak a elrendezésétől, természetesen a motor elhelyezéséig sok mindent befolyásol. Tehát ezek a buszok nem úgy kell érteni, hogy nem alacsony padlósak, hanem részben alacsony padlósak, nem teljes egészében alacsony padlósak. De ilyen buszok közlekednek végül is adott esetben a Európa nyugati országaiban is. Tehát ez sem igaz, hogy ottan csak ilyen jellegű vagy ilyen kialakítású buszokra írják ki a tendereket. Ugyanakkor elképzelhetetlen, hogy egy közösségi szolgáltató mondjuk Németországban, vagy akár Csehországban is úgy írnak ki a tendert, hogy azon ne német vagy cseh autóbusz nyerjen, sőt még tovább megyek, a szlovákok sem írnak ki olyan tendert, amin mondjuk ne egy cseh autóbusz nyerjen, amellyel ők kooperációs szerződésben vannak. Itt van Magyarországon egy ragyogó
autóbuszipar maradványa, most azt kell mondjunk, hogy ennek a maradványa, amely még mindig képes évi 1000 darab autóbusz legyártására, ugyanakkor pedig küszködünk azzal, hogy a belső piacon meg tudjuk mutatni magunkat. Hova gyártanak? Ez évi 1000 busz hova kell, hogy a magyar piacra? Ennyire lennének képesek. Ja, képesek. Összességében éves szinten egy 400-450 autóbusz készül Magyarországon most jelen esetben. Ebből 300-at Amerikába exportál a NABI, és a maradék 150 kerül végül is hazai felhasználókhoz. Itt jelen esetben a volánokhoz kerül, amelyek nagyon meg vannak elégedve a magyar autóbuszokkal. Hogyha ilyen teljesen alacsony padlózatú busz nincs is a magyar gyártók portfóliójába, akkor honnan tudják, hogy majd ezek a Mercedes alacsony padlózatú buszok háromszor annyiba fognak kerülni? Tehát mit hasonlítanak össze? A fenntartási költségeket, a beszerzési árat és az egyéb feltételeket. Ez a busz miért drágább, mint fenntartani? Azért, mert olyan opciókat írnak elő, tudomásunk szerint, hogy egyrészt a beszerzési ára eleve már legalább 50%-kal magasabb, mint mondjuk a magyar gyártás autóbuszoké, de a fenntartási költségei, azok pedig mivel előírják, hogy csak gyári alkatrészt lehet beszerezni és beszerelni ezekbe az autóbuszokba, gondoljunk abba, hogy például egy tehát nem is gyárthatnak vele alkatrészt. Nem, tehát például egy szélvéd, amit egy magyarországi üveggyártó, akár Soproni, akár Salgótarján le tud gyártani a magyar autóbuszba, az belekerülne mondjuk 150 ezer forintba, itt majd meg kell venni a Mercedes szélvédőt. 800 ezer forintért, és a többi alkatrészeknél is a gyártó olyan irreális árakat tud kérni, hogy az elképzelhetetlen. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy egy magyar autóbusz az körülbelül 70% magyar hozzáadott értéket tartalmaz. Tehát az nem mindegy, hogy a költségvetésbe ez a pénz visszáramlik, vagy kifelé áramlik. Akkor mondjon nekem valami logikát ebben az egész történetben. Ez a kormány... Tehát a jelenlegi kormány nagyon-nagyon hangosan, minden nemzeti, az együttműködés, a kormány, az adóhivatal, minden így kezdődik, a pálinkától elkezdve a kolbászon át, lassan az összes szolgáltatóig, minden nemzeti. Miért lenne érdeke a kormánynak, azon belül mondjuk egy budapesti közlekedési központnak, hogy csak a buszok ne legyenek, tehát nem kell nekünk a magyar busz? Hát igen, ezt mondom én is, hogy úgy néz ki, hogy a kormány politikájával a BKK szembe megy. Tehát ez nem a kormány politikája, ez a BKK politikája, amit mi mélységesen elítélünk. Tehát ennek semmi köze a patrióta gazdaság politikához. A buszokban a motor az saját gyártású? Tehát azokat nem vásárolják? Egyedül a motor az nem magyarországi gyártás. Az összes többi alkatrész magyarországi. Na de akkor olyan típusú motort kell venni, ami az alacsony padlózatúhoz jó. Akkor csak gyakorlatilag a karosszériát kell áttervezni, nem? Hát igen, csak egy karosszéri áttervezése, ottan a beszállítóknak a föltérképezése és ennek az egésznek a prototípusának a megfinanszírozása, az több százmilliós költséget jelent, és így egyszer mondom, hogy időben is egy ilyen 1-1,5 éves átfutása van. És volt 2 éves udvarlási szakasz gyakorlatilag az hát a BKV részéről volt 2 éves udvarlási szakasz, és a BKK részéről pedig csak szemráncolás és végül is finnyázás ezek szerint, és még egyszer mondom, hogy a szomszéd lányát vették feleségül, úgy döntöttek, hogy az bár a fenntartási költségei, ruházkodása, étkeztetése egy kicsit többe kerül, de nekik ez mégiscsak jobban tetszik. Hát, viszont nekünk meg ez így nagyon nem tetszik. Ízlések és pofonok, meg bármit mondhatnánk, hogy lehet, hogy mégis csinosabb és szebb a szeme a szomszéd lányának, de nem mondok ilyen hülyeségeket, mert hogy ez meg a mi pénzünk. Csak dolg, így van. Tehát a mi pénzünket költjük a szomszéd lányára is, meg a csak nem mindegy, hogy a 8 órai munkánkból tartjuk el, vagy még túlorázni kell hozzá. Na majd megkérdezzük a BKK-val, amelyik illetékesét is, ha eljönnek, hogy van ez. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk. Híradó egészen több mint 10 óráig, úgyhogy várjuk a figyelmüket, viszontlátásra.